Egyhamar nem fogják elfelejteni a gazdák a 2022-es évet a történelmi asszály miatt. A vízhiány hatalmas károkat okozott, egyes növénykultúráknál a termés hozam egy átlagos év negyedét sem érte el. A kormány több mint négyszeresére emelte az agrárkárenyhítési alapforrásait. Erre szükség is volt, mivel ősszel rekordszámú kárigény érkezett be a szaktárcához. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke 35 perc című műsorunkban elmondta, a vármegyében több mint 6000 gazdálkodó kapott utólagos támogatást. 12-18 napig is olyan meleg volt éjjel-nappal, hogy ezek a gombabetegségek fertőzni tudnak, azok meg is tették a hatását, és ez úgy szokott lenni, hogy a gyenge minőségű terméseket, ugye az aszály miatt gyengék voltak ezek a termések, abban még inkább kárt tudott okozni, úgyhogy nem volt elég, hogy 20% körülbelül, ha megtermett a 20-as vagy a 19-es évhez képest, akkor még azzal is kellett párosulni, hogy ez a kevés termés is fertőzött volt, és az érkezett most el oda, hogy ugye a kárigényeket a megyében több mint 8600-an benyújtották, abból jogosult lett 6300 körüli, és ezek több mint 7,5 milliárd forint támogatásban részesítettek a kárenyhítési alapból. Nem csak az időjárás okozta problémákkal kell megküzdenie a magyar gazdáknak, hamarosan itt az árpa aratásának ideje, a termelők pedig még nem tudják, lesz-e hol tárolni terményeiket. A raktárak ugyanis tele vannak azzal az ukrán gabonával, amelyet eredetileg Afrikába kellett volna tovább szállítani. Rácz Imre azt mondta, az Európai Unió rossz döntéseinek sorozata miatt maradt Magyarországon az ellenőrizetlen ukrán gabona, a szaktárca pedig hiába kért segítséget Brüsszeltől, egyelőre semmilyen érdemi döntés nem született. Akkor kezdett el talán komolyá válni a helyzet, amikor már a Dunának a másik oldaláig megteltek a raktárak itt Borsod, Hajdú, Szabolcs, Szolnok megyékbe, és már Tolna megyébe is, vagy Baranya megyébe is kerestek ilyen raktár lehetőségeket, akkor vettük már komolyan, miniszter urat arra kértük, hogy van ilyen lehetőség, hogy piaci zavarok leküzdésére az uniónak forrása, elkülönített forrása, hogy forduljunk Brüsszelhez, hogy hát végül is mégiscsak ők akasztották a nyakunkba ezt a problémát, azt próbáljuk közösen ezt megoldani, ugyanis itt a Ukrajnát körülvevő országokat, nem csak Magyarországot, Lengyelországot, Bulgáriát, Szlovákiát, szóval másokat is érintenek. Be is következett ez a miniszteri tárgyalások, és az lett az eredménye, hogy Lengyelország, Bulgária és Románia kapott ebből a forrásból, mi, mint kezdeményező ország, mi ebből kiestünk. Rácz Imre elmondta, az érintett országok miniszterelnökei újra Brüsszelhez fordulnak. Az Agrárminisztérium azonban arra számít, az Európai Unió nem fog érdemi segítséget nyújtani. Az ágazat szakembereiből összeállt bizottság most a kormánynak fogalmazta meg javaslatait. A probléma megoldásához szerintük szükség lenne a fertőzött kukorica megsemmisítésére, és segíteni kell a gazdákat abban is, hogy a felhalmozott készleteket áron alul értékesíteni tudják.